Sziasztok! A mai videóban szőkíteni fogunk. Eszter haja az egy ilyen körülbelül, középbarnának mondanám. Ebből csinálunk minél világosabbat úgy, hogy minél kevésbé károsítsuk. És most kivételesen nem mosással kezdünk, hanem már a vegyszerezéssel. Első körben megállapítom, hogy milyen lehetőségeim vannak, mennyire roncsolt Eszter haja, és hogy mennyire van lenőve, mert hogy neki vannak őszhajszálai is. Ezt elárulhatjuk, ugye? Az a helyzet, hogy egész jó állapotban van, elég rég volt vágva, úgyhogy vágásra így is úgy is szükségünk lesz. Azt hiszem, ez egy nagyon jó alapanyag szűkítéshez. Többféle szűkítési módszer létezik. Én most Eszter hajánál a melírozás technikáját választom, ami úgy fog kinézni, hogy minden egyes szál haját fóliába csomagolva fogom szűkíteni. Ennek köszönhetően sokkal gyengébb vegyszert kell használnom, így a roncsolódás kockázata is sokkal kisebb, illetve egyenletesebb eredményt fogok elérni. A szőkítést minden esetben lent a tarkónál kezdjük, mert ott a legvastagabb a koponya, ezáltal ott adja le a legkevesebb hőt. Itt fölül, elől, a homlok közelében mindig melegebb a fej, és ott gyorsabban hatnak a vegyszerek. Azt látjátok, hogy nem teljesen tökéletesen a tőtől teszem rá a szőkítőt. Ez azért van, mert van egy lenövése Eszternek, amire nem nagyon akarom rátenni teljes hatóidőre, mert teljesen fölöslegesen roncsolnánk vele a hajat. Inkább majd, amikor úgy látom, hogy már a fóliában levő hajszálak nagyjából jók, akkor fogom a tövet is megkenni, és egyenletesre szűkíteni a tővel a hosszt. Belekerült az összes fólia Eszter hajába. Most jön egy viszonylag hosszú hatóidő, klímazon nélkül, mert inkább gyengébb vegyszert használok, és több hatóidőt várok ki, mint hogy erősebb vegyszerrel gyorsabban kész legyek, mert azzal sokkal inkább roncsolnám a haját. Úgyhogy várakozunk! Letelt a hatóidőnk, megnézzük, hogy áll az utolsó tincs, amit becsomagoltunk. Gyönyörűen, nagyon szép szőke, szuper. Most be fogjuk kenni a tövét is, hogy teljesen egyenletesen tudjam leszűkíteni. Aztán, hogyha a tő is kiszűkült, az már egy sokkal gyorsabb folyamat lesz, akkor lemosom, megszárítom, lesz egy nagyon vicces színe Eszter hajának, amitől nem kell megijedni, mert ezt még megfestem, hogy egy szép, egyenletes, sötét szőkét kapjunk. Thank you.
felraktam a tövére is a szőkítőt, ami még gyengébb, mint amit ugye a fóliába tettem. Azért kell még gyengébbet, mert lehet, hogy Eszter már 4 napja nem mosott hajat, ugye megbeszéltük, hogy nem szabad hajat mosni a közvetlenül előtte, viszont azért ez is vegyszer, és viszonylag erős önmagában is. Az látszik, hogy már nagyon szépen világosodik a töve is. Most még egy kicsit ilyen vöröses, viszont szép lassan kiszőkül. Aztán egy hajmosás után és egy szárítás után következik majd a végleges szín beállítása és a szőkített haj visszapigmentálása. Nagyon szépen kiszőkült a tövünk is, úgyhogy igazából most már csak az van hátra, hogy lemossuk a szőkítőt az egész hajról, utána megszárítom Eszter haját és jöhet a festés. Láthatjátok, hogy ilyenkor nem a legjobb az ábrázata a vendégnek. Én meg is kértem Esztert, hogy ne nézzen tükörbe ez idő alatt, azt mondta kíváncsi rá, hát meg is lepődött. Ez azért van, hogy ilyen sárgás, mert alapvetően, amikor világosítunk, akkor a sárga és vörös pigmentek jönnek előtérbe. Ez teljesen természetes és normális dolog, főleg, hogy Eszter haja ugye egy kicsit meleg árnyalatú barnára volt festve, egy kicsit ilyen gesztenyésre, ezáltal nyilván a vörösek fognak még jobban előjönni, de nem gond, ez gyönyörű natúr szőkére fogjuk festeni. Lassan elkészülök a festéssel is, ennek a hatóidejét klimazonban fogjuk tölteni, körülbelül 20-25 perc lesz. Most egy picit összeemulgálom Eszter haját, hogyha véletlenül a festésnél hibáztam volna és kihagytam volna akár egyetlen szálat is, az sem maradjon pigmentálás nélkül, így, hogy átmozgattam, még 2 percet fogunk várni a mosás előtt.
Ebben a videóban láthattátok, hogy lehetséges roncsolás nélkül festett hajat világosítani, akár négy címmélységet is. Hogy érzed magad? Teljesen kicseréltek. Tetszik a végeredmény? Teljes mértékben. Örülök. Ha tetszett a videó, kérlek iratkozzatok fel a csatornámra, nézzétek meg a többi videót is, abban is nagyon érdekes átalakulások és tanácsok vannak. Találkozzunk jövő szombaton 11-kor. Sziasztok!